17. kerületi kötődésű még egy kör zenekar tagjai november 24-én a közelmúltban elhunyt zenésztársuk Ríz Levente tiszteletére szerveztek emlékkoncertet a Vigyázó Sándor művelődési központban, ahol a több száz fős közönség az egykori városvezetőre, valamint billentyűsre emlékezett. Az eseményen 8 zenei formáció előadó lépett fel, a helyszínen Ríz Levente családja, Horváth Tamás Rákosmente polgármestere, dr. Füzesi Péter és dr. Bakos András alpolgármesterek, önkormányzati képviselők, barátok és tisztelők egyaránt jelen voltak. A jegyekből befolyt összegből a szervezők a nehéz sorsú helyi nagycsaládosokat támogatják majd. Rákosmente néhai polgármesterére, Ríz Leventére emlékeztek az egybegyűltek november 24-én a Vigyázó Sándor Művelődési Központban. Az eseményt a Még egy kör Ríz Levente együttese hívta életre azzal a szándékkal, hogy tovább adhassák a szeptemberben elhunyt városvezető szellemi örökségét. Árvának érezzük magunkat, mint ahogy az egész kerület és a családja Levente nélkül. Az ő szellemisége, az ő gondolatisága, az ő hangulata, az benne volt a Még egy kör zenekarban és a koncerteken, de pont ezért, mert hogy benne volt, pont azért, mert Levente alkotótárs is volt, nem csak zenésztárs, azért azt gondoltuk, hogy mindaz, amit közösen alkottunk, annak azt meg kell ismerni a nagyvilágnak. Biztos nagyon sokan vannak, akik ezt eddig is szerették, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan lesznek, akik a későbbiekben fogják megszeretni. És jó, ha tudják, hogy volt itt egy ember, aki nagyon szerette a zenét, aki műfaji korlátok nélkül tudott zenélni, műfaji korlátok nélkül képes volt bármit befogadni, bárkit befogadni, és ezt a szellemiséget mi tovább szeretnénk vinni. A többszörösen összetett rendezvényen 8 olyan zenei formáció és előadó művész lépett színpadra, akikhez az egykori városvezető támogatóként vagy zenésztársként kötődött. A koncertet a Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola Concerto Filharmónia zenekara nyitotta meg egy Bach szerzeménnyel. Ezt követően Takács Botond és Szabó Szilárd gitározott el olyan dalokat, amelyeket Ríz Levente maga is kedvelt. A folytatásban Borvári László a Még egy kör dalszövegírója szavalt verset, amelyet elmondása szerint úgy vetett papírra, mintha a néhai polgármester gondolatai lettek volna. Most a másik oldalon járok, de hidd el, nem változott semmi. Maradtam, aki voltam, te is önmagad vagy, csak el kellett menni. Szólíts most is úgy, ahogy a hétköznapokon neveztél, emlékezz rá, hogy mennyit nevettem, és mennyit nevettél. Beszélj velem úgy, ahogy szoktál, ne keress új szavakat. Kicsit változott a világ, de most ez lett neked a feladat. Tudod, nem várok pátoszt, és az arcod se legyen szomorú, ne hagyd abba a kacagásod, úgyis elszárad a koszorú. Szólíts továbbra is nevemen, teljen be vele a szobád, a te feladatod megőrizni a megélt sok-sok csodát. Ne árnyékolja be dolgos napjaidat az elvárt gyász, az élet ma is olyan, mint tegnap, csak másként jársz. Mert bár nem látsz engem, azért még itt vagyok veled. A fonalunkat nem vágta el semmi, és gyógyul a sebed. Ne hidd, hogy messze mentem, az út másik oldalán vagyok. Most ott pihen a lelkem, és gyöngér szeretetettől ragyog. A könnyeit töröld le, tudom lesz erőd, mert benned a béke. Ne sérj azért, mert szeretsz engem, lesz a szívednek menedéke. Isten velünk, Isten veled, Levente. A koncertet a Kontrapunto kamarakórus folytatta, a formációt pedig egy meglepetés vendég előadása követte. Ríz Levente testvére, Ríz Laura, Botos Zsolt és Fábián Richárd kíséretében az ismerős arcoktól énekelte el a Nélküle című számot. Annyi minden kéne még elmondanom, s ha nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom. Hogy elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk, s mint régi jó barátok, egyet mondom, s egyet gondolom.
Bár az emlékkoncert nem kimondottan jótékonysági jelleggel lett meghirdetve, mégis olyan célt szolgált, amelynek köszönhetően egy nemes kezdeményezés tovább folytatódhat Rákos mentén. Van egy hagyomány itt Rákos mentén, ezt Levente indította el. Minden karácsonykor a Rákos menti rászoruló nagycsaládosokat segítette a Levente, és nem önkormányzati keretből, hanem a saját keretéből. Ugye az önkormányzaton keresztül ő tudta, hogy a rászorulóknak mire van leginkább szükségük, és amit az önkormányzat már nem tudott megtenni, azt a Levente kipótolta, tehát saját keretéből, a saját fizetéséből segítette a rászoruló nagycsaládosokat. És most a Rizs család azt kérte, hogy ennek a koncertnek a bevételét, ha mi felajánljuk és úgyis tovább adjuk, akkor folytatódjon ez a hagyomány. A jegyárakból befolyt összeget a Rizs család és a Még egy körzenekar a rákosmenti rászoruló nagy családosoknak ajánlja. Összesen 370 ezer forint gyűlt össze számukra az eseményen. A folytatásban Rizs Levente együttese lépett színpadra, saját szerzeményeik mellett más ismert rock számokat is megszólaltattak. Hagyománynak számít már, hogy az elhunyt zenészek emlékére a P-Mobil klasszikusa, a Zöld, a Bíbor és a Fekete című dal csendül fel, és ezen az estén sem volt ez másként. A modern technikának köszönhetően az egybegyűltek Rizs Levente billentyűjátékát hallgathatták meg újra, emellett pedig több videót is láthattak, amelyen szerepel. Az utolsó dalt személyesen énekelte egy korábbi felvételen. A szervezők az eseménnyel kapcsolatban úgy fogalmaztak, jövőre egészen biztosan ismét megrendezik, így Rizs Levente zenei és városvezetői munkássága tovább élhet.